Az 1000 fa program kibővítéséről tartottak sajtótájékoztatót kedden délután a Városházán. Nemény András polgármester felidézte az évekkel ezelőtt elindított programot, majd hozzátette, a járvány és a gazdasági helyzet ellenére a kitűzött cél elérhető, sőt, új dimenzióba helyezhető. Az eddig elültetett fák mellé, ami egyébként 920 volt eddig a városba, ennek a városvezetésnek az ideje alatt, most egy új programot, kiegészítő programot hoztunk létre. Németh Ákos klímapolitikáért és fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok kiemelte, örül minden olyan kezdeményezésnek, amiben a szombathelyiek részt vehetnek, és ami zöldebbé teszi a várost. Szombathely lakossága környezettudatos, nekem az a tapasztalatom. A legtöbb zöld témában elég fegyelmezettek, és elég tudatosak a szombathelyiek, akiknek ezúton is köszönöm, illetve azt látjuk, hogy éppen ezért indult el gyakorlatilag ez a program, mivel volt egy ilyen lakossági igény, hogy többen jelezték, hogy nagyon szívesen ők becsatlakoznának. És igazából egy fának, mindegy az ő szempontjából, hogy közterületen áll, vagy magánterületen. A programban résztvevő szombathelyiek 20 fafajta közül tudnak majd válogatni. Ezekről Dénes Veronika városi kertész adott rövid tájékoztatót. Vannak örökzöld fajok és fajták. Először kezdeném a lombhullató pásztári növényekkel. Háztartásonként 2 fát lehet majd igényelni. A juharok, kőrisek és hársok mellett 6 féle gyümölcsfából is választhatnak a program keretein belül. Tulajdonképpen, ha most csütörtökön elfogadja a közgyűlés, február 28-áig minden szombathelyi lakcímmel rendelkező szombathelyi állampolgár igényelhet saját maga, a családja részére, hogyha azt ő elülteti megjelölt közigazgatási területen belüli helyszínre. A fákat tavasszal osztják ki. Érdeklődni és regisztrálni az 1000fa.szombathely.hu oldalon lehet egészen február 28-áig. A honlapot a közgyűlési döntés után élesítik.